Köszöntöm Önöket, ez most itt már a Start Plus. Én bevallom őszintén, az elmúlt napokban nem jártam ruhaüzletben vásárolni, ezért nem tudom, de elképzelhetőnek tartom, hogy nagy mértékben megfogytak a kockás ingek az üzletekből, és most ismét egy olyan vendégem van, aki természetesen kockás ingben van, Farkasházi Tivadar, jó reggelt kívánok! Köszönöm! Miért gondoltok, hogy csatlakozik ehhez az egész akcióhoz? Ugye kitett a Facebook oldalán is nagyon sok kockás inges fotót, amit vagy meg tudunk mutatni, vagy nem, ezt most nem tudom, lehet, hogy a kollégáim addigra megkeresik nekem, nagyon sokan lájkolták. Miért? Hát volt egy különös kockás ing közte, én már sokadik voltam, nagyon tetszik ez a divat, kicsit hasonlít a hosszú hajhoz, föl kell mászni. Most már láthatjuk is, igen. Egyébként igen jól sikerült fotók. Igen, igen. A felsőket elegáns New York-i boltokban vettem, egy dolláros boltokban, aha. Van Bangladesh is közte a Fifth Avenue-jól, a többit a feleségem a potomba, nem titkolom és nem szégyellem. A középső talán a legérdekesebb, ezt Bagacskán kaptam, és ajánlom Orbán Viktoréknak, hogy hogyan a kockás inget, és én azzal fejeztem be, hogy elsősorban a középsőt ajánlom nekik. Nagyon bízok benne, hogy sokan közülük oldani fogják, nem is rövid ideig. Mit gondol a szülőknek egyébként a hétfői akciójáról, amit terveznek? Ugye azt mondják, hogy akik egyetértenek a tanárok követeléseivel, azok mondják azt a gyerekeiknek, hogy ne menjenek iskolába hétfőn. Erről mit gondol? Nagyon tetszik nekem minden, amit tesznek. Ez a 18 éves fiatalember is a diákolimpikonok nevében, illetve a saját nevében tett föl valamit, és több mint 100-an csatlakoztak hozzá. Itt most egy erős megosztási kísérlet folyik, remélem sokan közülük ismerik a történelmet, jó történelemtanárok volt. Ez ugyanúgy történt 89-ben, akkor a Fejti úr szintén ilyen parakhoz hasonló majmokat és bohócokat ültetett le az ellenzéki kerekasztal tárgyalásokhoz, ha emlékszik még rá, nagyon fiatal volt, az úgynevezett harmadik oldal, ahol a Münich-Ferenc Társaság, a SZOT, a KISZ-nek a romjai, a Hazafias Népfront meg ilyenek üldögéltek. Most a paragúrék, meg mit tudom, a Kárpát-medencei konzervatív, nem tudom micsodák, meg nemzeti fiatalok, meg magyar fiatalok üldögélnek ott. Egy erős megosztási kísérlet zajlik, de hát megismertük Pilc Olivért, Pukli urat, és ahogy Sándor Máriát megismertük, most ragyogó emberek tűnnek fel közöttük, remélem, hogy nem hagyják megosztani magukat, és filérekkel kifizetetni magukat, hisz nem erről van szó. Dukolok nekik, és hordjunk kockás inget, ez egyszerű jó viselet, és jelzi, hogy mi emigrációban vagyunk az határokon belül. Ugye ahhoz, hogy legyen egy jó, sikeres megmozdulás, rettentően fontos, hogy legyenek könnyű, egyszerűen megragadható jelképei. Mennyire hálásan Klinghammer Istvánnak, ugye tőle indult ez az egész kockás inges történet, illetve az ő ellenében, aki ugye azt mondta, hogy azért pipa, ha a tévében nézi, hogy kócos kockás inges tanári kar grasszál. De igazából a megmozdulások szervezői nagyon hálásak lehetnek Klinghammernek, nem? Hát igen, nem veszik észre, hogy most már olaj minden a tűzzel. Tehát Klinghammer azt hitte, hogy egy jó utma, nekem is volt fehér inges, kikemített fehér ingbe járó tanárom, aki összetört a bolyai szobrot az iskolában, meg két ilyen nagy matematikus túl sok egy gimnáziumnak, de mindenkit felvettek az egyetemen, meg a jó tanár volt, nem arról számít, de természetesen, hát nézze, ez egy nagyon egyszerű történet, ami most zajlik. Ugye harmadik Richárd, azt hiszem de a második percében kijelentő, hogy úgy döntöttem, hogy gazember leszek. Most egy ilyen 100 felvonásos harmadik Richárd történet zajlik, csak Orbán Viktor nem az első felvonásban jelentette ki. Nem róla akarok beszélni, a második harmadik felvonásban jelentette ki, azóta teljesen világos a szituáció. Csak ebben a darabban, amit nekünk játszanak, nem egy Rosenkranz és nem egy Guildenstern van, hanem 100 ilyen udvaronc van. Most mindegy, hogy ez Klinghammernek, Palkovicsnak, Patyinak, Pálfi Ilonának, Tálainak, Sesztáknak nevezzük, ezek egyformák. Mostanában egy picit úgy veszem észre, hogy talán felpörgött a közéletünk, mert hogy mondjuk hetente, két hetente van egy olyan téma, amiről azt hisszük, hogy na most majd erről fog szólni minden, két hete még azt hittük, hogy az oktatásról, most két napja azt hittük, hogy a Nemzeti Választási Irodánál történtek. Ezt is felülírta az élet, de azért maradjunk annál, ami történt, hogy amikor kigyúrt kopasz fiatal emberek jelentek meg a Választási Irodánál, és ugye az MSZP-s képviselő miatt nem tudta időben adni a népszavazási kezdeményezését. Deutsch Tamásra jellemző, hogy akár még a kormány ellenében is adott esetben egyébként, de igen sarkos véleményeket szokott megfogalmazni. Na most Deutsch Tamás posztolt ismét, és ezzel az üggyel kapcsolatban azt írta, hogy mi történt a kopaszok és az MSZP között. Először is a kopaszok közül egyet az MSZP elnökévé választottak, ennyi.
Mit szól ehhez? Ez humor? Ez jó pofa? Hát, akik ellenséget gyártanak maguknak, és azokat folyamatosan becsmérelik, ahhoz annak semmi köze nincs a humorhoz. Ez ostoba gúnyolódás, és ezt nagy előszeretettel teszik. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy Orbán Viktornak nincs humorérzéke, mert a humorérzék ott kezdődik, hogy önmagam is képes vagyok nevetni. De örülök, hogy ezt megemlítettem, ez van a harmadik példa a közelmúltban. Az egyik volt, amikor Mészáros Lőrinchez odaléptek a Hír TV-hez, hogy kiadott utasítást arra, hogy kinek a felelőssége, hogy itten kótellenes aláírásokat gyűjtenek a felcsúti templom előtt. Mosolyogva mondta, hogy talán a Hír TV. Vagy amikor Mehász Ágoston bejött egy ATV-s műsorban, és a Horn Gábor másodszor vagy harmadszor is azt kérdezte, hogy mennyibe került ez a felmérés, biztos sokba került. A Nézőpont Intézet igazgatója milliárdokat zsebelnek be az államtól, és viccelődnek a fiúk. Tehát a Dacs is megenged magának egy ilyen viccet, Orbán Viktor erre azt mondja, sajtótájékoztató, egy kérdez az M1, utána kérdez a TV2, utána a frissen megvásárolt Origo, Matolcsinak valamelyik rokona vette meg tudomásom szerint. Na most ez volt a sajtótájékoztató, Orbán Viktor azt mondta, hogy méltatlan volt ez a helyzet, és tülekedés volt. Most kérdem magától, hogyha valakit kirabolnak, vagy valakit agyonütnek, akkor az tülekedés? Tehát akkor nem kell megnevezni a tettest, a gyilkost, a rablót és az áldozatot külön-külön. Tehát ezt a játékot velem nem tudják játszani. Én tudom, hogy amit Orbán Viktor kitalál, lásd ezt a legújabb népszavazást. Én azt hittem, hogy azt jelenti be, hogy megfigyelik Dajs Tamás nagymamáját ismét, mert ilyeneket szokott ilyenkor előhúzni a cihából. A milliárdos tanácsadó ilyeneket találnak ki neki. Méltatlan és megalázó. Vonuljunk emigrációba. Van egy másik Magyarország a lelkünkben. Volt ez az ország már három észre szakítva. Hódultságnak nevezték az egyiket. Nem kell ahhoz külföldre menni dolgozni, itthon is lehetünk emigrációban. Amikor hosszú aljat hordtunk, a Keksz együttest hallgattuk, most kockás inget hordunk. Na jó, de azon, hogy emigrációban vonulunk, mit érünk el? Ja, én nem azt gondoltam, hogy vonuljunk ki a politikából, hanem keressük a hasonszörűek társaságát. Ugye politikai szitokszó fiatal politológusok között a összefogás. Ajánlom helyett az együttműködés. Tehát ahogy egymásra találtak ezek a tanárok, a diákok, a szülők, a kockásingesek, a diákolimpikonok, és mindenki tudja, hogy itt sokkal többről van szó, nem arról a néhány morzsáról, meg a krétáról, meg a túltoltuk a bicikliről. Tóth Avi Árpád elég sok rosszat írt rólam ahhoz, hogy megdicsérjem. Ő most írt egy nagyszerű cikket arról, hogy hát 56 februárjában vagyunk. 56 februárjában vagyunk. Remélem, következik az október, egyre többen ismerik fel harmadik hiádot, egyre inkább egymásra kell találnunk. Tehát én nem a kivonulás alatt nem azt értem, hogy ne csináljunk semmit, hanem keressük a hasonszörűek társaságát, és egyre nagyobb lesz ez a másik Magyarország. De ha már az egymásra találást említi, akkor pillanatnyilag, ha nézzük a közvéleménykutatásokat mondjuk, akkor leginkább az egymásra találás, persze most volt a kockásinges akció, a demonstráció, igen, itt sikerült valamilyen fajta egymásra találás, de mégis nagy számok tekintetében, hogy mi az, ami sok embert tud most összefogásra késztetni, az pont a menekült kérdés, és pont a menekült ellenesség. Ezt az Orbán Viktor királya, milliárdjai vannak, én automatikusan a szemétbe hajítom, amit tőle érkezik. Természetesen mindenkit arra szóltuk fel, hogy esze ágában ne menjen el bármilyen évszavazás elmen, amit Orbán Viktor ír ki. Nem csak a Mészáros Lőrincet, meg a Habony Árpádot kell leleplezni, és gratulálok ezeknek a fiatal kollégáknak, akik pillanatok alatt kiderítették ezeket az osztálytársakat, hogy a Kubatov különböző emberei vitték oda nénit, és hogy az egyik a Fradinál dolgozik nála, a másik a Fidesznél. Ezek nagyon oknyomozó újságok, akik szépen mentek a herceghalmi polgármester után. Így kell dolgozni, viszont nem csak a Habonyt, meg a Mészárost, meg a Garancsit, meg a Zendi Vajnát kell leleplezni. Le kell leleplezni azokat az ellenzéki pártörekvéseket, hogy nyíljuk ki egymást, és hogy legyünk egy kis szemétdombon urak. Ezek az 1-2%-os, 1-2-5-6-a nem jutó ellenzéki pártok, ezek megosztják ezt a pici ellenzéket. Őket ugyanúgy le kell leplezni, akik MSZP elnökök akarnak lenni, akik állandóan a DK-val oda-vissza hadakoznak. Ez is egy kérdés. Viszont a civilek se tehetik azt mondani, hogy jaj, pártok, nem állunk velük szóba. Együtt kell működni, nem összefogni, együtt kell működni, és minél nagyobb legyen ez a másik Magyarország.
Köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel. Hát ezt megtudtuk, hogyha lesz népszavazás, akkor ön nagy valószínűséggel nem fog menni X-elni. Köszönjük szépen.